Vízben úsznak a zöld almák egy demecseri telephelyen. Az őszi felvásárláskor a gazdák jelentős része úgy gondolta, hogy érdemes lesz kivárni. Így a térre letárolt almát tavasszal magasabb áron tudják majd értékesíteni. A tavaszi kitároláskor, vagyis amikor a hűtőházakból kihozták a gyümölcsöket, kiderült, hogy a gyenge minőség mellett több helyen a készletek akár egyötöde is tönkrement. Ennek ellenére az árak alacsonyak és tele van a piac jó minőségű külföldi gyümölccsel. Tavalyi évben, tehát 2015 őszén 900 ezer tonna alma termett országosan, ebből körülbelül olyan 150 ezer tonna alma, ami betárolásra alkalmas is volt. Az adataink alapján Magyarországon 350 ezer tonna alma betárolására elegendő hűtőház létesült, miközben ugye az említett 150 ezer tonna étkezési alma termett Magyarországon, és nem lehet tudni, ezek a tárolók tele vannak. Az almafa bimbóját nézik a termelők Beregdarócon. Azt mondják, idén eddig megúszta a virág a fagyot. Tavaly már tavasszal sejteni lehetett, hogy gyengébb lesz az almatermés. A májusi fagyokat követően a több hetes nyári aszályos időjárás okozott problémákat a gyümölcsösökben. Ezt követően az őszi szület idején már egyértelműen látni lehetett, hogy az alma minősége is gyenge lesz. Ezért árasztja el most a lengyel alma a magyar piacot. Az orosz piac teljesen megállt, ennek a hatását úgy éreztük, hogy a lengyel almatermelők eddig legnagyobb százalékban orosz piacra szállítottak, de mivel, hogy minden kapu előttük bezáródott, ezt kénytelenek voltak magyar piacon elhelyezni, európai piacon elhelyezni, többek között Magyarországon is, és több magyar kereskedő élt ezzel a lehetőséggel, és olcsón, igen jó minőségben tudnak beszállítani Magyarországra almát. A kereskedők szerint a gyümölcsök magas áfatartalmának mérséklése segítene kiszorítani a külföldi termékeket a magyar piacról, és eladhatóbbá tenné a hazai almát is, véli az ügyvezető.